Szia! István vagyok, és a legutóbbi részben azt kértem a nézőktől, hogy jelezzenek vissza, hogy mit szólnak ahhoz a technikai megoldáshoz, aminek egy kicsit gyengébb volt a hangja. Utóbb én is meghallgattam, még annál is gyengébb volt, ahogy attól féltem. Tiszteletben tartom a visszajelzéseket, amíg nem sikerül ami jobbat összetákolnom, maradok a hagyományosnál, amit most is látsz, tehát statikusan, csak ülök és mesélek itt a monitor az egyedüli segítségem. Ahogyan látod is, a 39. részhez értünk, ez pedig a 10 parancsolat, ami nélkül nem lenne teljes az Ószövetség tárgyalása, ami most a célunk, de már itt hagyd tegyem hozzá, hogy az Új Szövetség tárgyalása sem lenne teljes, és erre még vissza is fogok térni majd a mai nap során, itt a téma kapcsán, hogy miért gondolom ezt, és miért hangsúlyozom ezt annyira. A 10 parancsolatot úgy kell elképzelnünk a Biblián belül, mint valamilyen, hát egyfajta alkotmányt, amit kibont maga a Biblia részleteiben, hogy hogyan értsük az egyes parancsolatokat, és úgy is elképzelhetjük, mint aminek a fókusza, a legrövidebb összefoglalása az, hogy szeress. Tehát vagy azt mondom, hogy szeresd az Isten, szeresd az embert, vagy azt mondom, amit a Biblia egésze kifejt, hogy mit jelent ez az egész, hogy szeretni az Istent és az embert, és a kettő között van valahol a 10 parancsolat, egy nagyon rövid, tömör megfogalmazása annak, hogy mindez mit jelent. Hol találjuk a Bibliában a 10 parancsolatot? Viszonylag egyszerű erre választ adni. Ugye megtaláljuk Mózes második könyve 20. fejezetében. Itt szeretném korrigálni magam, hogy a legutóbb az ajánlóban ott első könyv volt, valaki szólt teljes joggal. A fejezetre nagyon vigyáztam, nehogy elrontsa a könyvet, azért sikerült, ott egy Mózes volt. Természetesen a kivonulás könyvében, a Mózes második könyvében ez a szakasz. A 20. fejezetben olvasható, ott van a történeti sorrendben a kivonulás után, ha úgy tetszik, és megismétlődik a Deuteronómiumban, ez a Mózes 5. könyvének a neve, a második törvény, amikor felidézik újra a múltat, ott újra előkerül a 10 parancsolat is, minimális szövegváltozással, érdemi szövegváltozásról nem beszélhetünk, ott az 5. fejezetben található, a számok segítenek 2-2-5-öt, csak ott még van egy nulla, ha megnézitek. Az a kérdés, hogy hol és mikor született a 10 parancsolat, hol és mikor adta, tehát voltaképpen természetesen Isten a tudtára az emberiségnek, és van ennek valami sajátossága, teszem hozzá már most, de erre későbbi diákon térek majd vissza. Hát a válasz viszonylag egyszerű, mutatom is a dián, 1445-ben időszámításunk került, ha igaz, így van, itt látjátok is, a kivonulás évében, körülbelül ekkorra tehető a kivonulás éve, a Vöröstengeri átkerés után a sínai hegyhez megérkezve, itt látjátok a térképen, ugye ez itt a Nílus, ez a termékeny zöld vonal, délről északra folyik Egyiptomon belül, ez a delta vidéke, valahol itt volt Gósen földje, innen mentek át az izraeliták a Vöröstengeren, viszonylag száraz lábbal, tehát nyilván nyilkos volt, de át tudtak kelni az aján, az a lényeg, hogy ketté nyílt a tenger, csoda történt. Délfelé indultak, és a sínai félszigetnek, ahol nagy háború is volt, ugye zsidó, arab háború, zsidó-egyiptomi háború itt a 70-es években, ennek a déli csücskén van egy nagyon hegyes vidék, és valahol itt van a sínai hegy, a sínai félsziget déli csücskén. Körülbelül így kell elképzelni ezt a vidéket, itt a háttérben a sínai hegy látható, ez pedig egy hatalmas pusztaság, ami körülveszi, ami alkalmas lehetett arra, hogy ez a hatalmas nép ott táborozni tudjon, létezni tudjon. Mutatok még két képet, először ezt, így néz ki közelebbről a sínai hegy. Hát robosztus, mondjuk talán a szépet, meg a természeteset nem így képzeljük el, de hát az egy más klíma, akkor is más volt, mint a mi mostani klímánk. És van egy nagyon szép látképe egy ilyen hegyszorosból, egy más szögből, itt éppen mennek turisták, és onnan is megtekinthető ez a sínai hegy. Én magam még nem jártam ott, de hát egyszer még sikerül. Itt, tehát ezen a helyen, ahogy a térképen is mutattam, körülbelül ilyen körülmények között, ahogyan látható, és ebben az időpontban kerül sor a 10 parancsolat adására. Rögtön felmerül egy természetes kérdés mindenkiben, joggal, hogyha ez ilyen régi, 3500 év durván, és hát ilyen távoli is tőlünk, meg más kultúra, akkor kell-e még nekünk foglalkozni ezzel? Erre utaltam az elején, hogy jó, hát az Ószövetségnek betudjuk a 10 parancsolatot, de hát mi keresztények vagyunk, mi nem az Ószövetség népe vagyunk, mi kegyelem alatt élünk, mi nem a törvény nyeskedés szellemében éljük az életünket, hitáltal igazolunk meg, nem cselekedetekből, ezt szoktuk mondani. De Jakab azért azt is mondja az Új Szövetségben, a hit, ahol a hit a középpont állítólag, és csak a hit, akik, ahogy egyesek ezt értik, hogy
a hit is holt cselekedetek nélkül. Hát mit ér a hit, hogyha nem mutatkozik meg egy megváltozott élet, cselekedeteiben is megváltozott élet? Régen rossz, hogyha valaki arra hivatkozik, hogy én pont olyan vagyok, mint szoktam, meg voltam, meg mint mások, de én hívőként vagyok pont olyan, mint mások, akik nem hisznek. Maga Jézus Krisztus pedig azt mondta, hogy ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartsátok, vagy tartsátok meg, mert abból tudom. Ha nektek a parancsolataim közömbösek, majd látjuk, hogy a parancsolatok azok nem úgy általában a levegőben, meg teoretikusan vannak, hanem már most érzem, hogy ember és Isten viszonylatában rendelnek el dolgokat, meg ember és ember együttérésére nézve. Ha ezeknek a tekintetében nincs változás, nincs javulás, hát az a hit az nem sokat ér. De honnan tudhatjuk, hogy jól csináljuk-e ezt a bizonyos kapcsolatot, ezt a szeretetet, amiről itt beszélünk? Mert ugye fennáll az a veszély, hogy én a magam módján szeretek például valakit. Biztos hallottatok már ilyet. Ezzel mentegetni szoktak embereket, mikor mondják, hogy jaj, hát aranyos ő, meg hát szerető, hát a maga módján, ugye majd bele gebedek, meg te is, de azért szeret minket. Az Istennek nem ez az eszménye, hanem valami más, valami valós. Nézzük akkor, hogy mi az érdekesebben a 10 parancsolatban, mitől más. Hát ugye, itt két kőtáblát sikerült szereznem, remélem jogtisztán úgy rémlik, hogy úgy sikerült letöltem, nagyon kifejezőek. Két kőtáblára van felírva 10 parancsolat, nem egyforma a hosszú, ezt már most is láthatod, ez közel áll a valósághoz, vagy ez felel meg annak nagyjából, legalábbis a kivitelezését tekintve. Olvastam már olyat, hogy ezek masszívabb, vastagabb kőtáblák voltak, meg szögletesek. Én most a feliratra, a tartalomra utalok, hogy ne 10 azonos terjedelmű rendelkezést képzeljünk el, hanem bizony ezek változnak, ahogy itt látod is. Ugye az első kérdés az az, hogy, vagy az első ismérv, akkor inkább így mondom először, hogy abban különbözik ez a szöveg, amit itt láttok, a Biblia minden más szövegétől, hogy Isten ezt nem mondta, Mózesnek, hogy valamit írjon le, nem ihlette, mint a prófétákat, nem közvetítette, tény, hogy azért Jézus a földön járt, akkor szóban is nyilatkozott, tehát ez is igaz, de ez, amit le van írva, ezt az Isten maga írta le. Tehát Isten saját kezűleg eská írta és adta oda Mózesnek, és mit ad ég? Kőbe írta. Nem tudom, szoktátok-e ezt hallani, vagy használni, hogy kőbe van vésve valami? Hát valamint kőbe vésnek, az volt az elképzelés, hogy nem fogják kiradírozni. Tehát ez nem azért van, hogy holnap meg mást akarunk a helyére vésni. Tehát ez már jelez valamit, hogy Isten nem azért véste kőbe a 10 parancsolatot, hogy aztán egy idő után visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy módosítgassa, vagy foltozza, mint mi szoktuk a törvényeinket. Jézus Krisztus tisztázta azt, hogy mi a helyzet a törvénnyel az új szövetségben, idézem is, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a prófétáknak az eltörlésére. Meg is állok, hogy hát, miért mond ilyet, hát miért gondoltak ilyet? Hát biztos, hogy gondoltak ilyet, ő nem beszélt a levegőbe. Azt várták, hogy nekik nagyon nehéz a törvénnyel a viszonyuk, az is volt, de annak meg volt a maga oka, és azt várták, hogyha jön valaki Istentől, az lehet a legpozitívabb üzenet, hogyha azt mondja, hogy na emberek, eddig volt, most aztán vége. Amikor azt mondja, hogy ne gondoljátok, abban benne van implicite rejtetten, hogy hát mert ezt gondolták. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak az eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Nem azt mondja, hogy megtartsam, hanem hogy betöltsem, mert én mindjárt ki is térek, de azzal hadd kezdjem, hogy milyen törvényről beszél. Hát Jézus Krisztus idejében az új szövetség nem létezett. Hát azt aztán írták. És az ószövetségre mondja, tágabb értelemben az egészre nyilván, mert prófétákat is említ, de a törvény, a magja eredetileg az a Mózes 5 könyve volt, azon belül pedig a 10 parancsolat, és azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, én az új szövetség alapítója, mi már tudjuk, hogy ő az volt, és ebben egyben jött, hogy az előbbit így lesöpörjem, eltöröljem, és valamit a helyére tegyek. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem azért, hogy betöltsem, ami azt jelenti, hogy én magam is megfelelek a törvény követelményeinek, ezzel szentesítem, hitelesítem. És jön egy csillag és lábjegyzet, hogy egyes keresztények ezt is tudják úgy interpretálni, hogy hát, hogyha ő már megcsinált, akkor már nekünk nem is kell. Ezt gondoljátok végig, hogy ennek mi értelme van, hogy azért jött el, hogy betöltse a törvényt, hogy nekünk már ne is kelljen. Hát ezért kár volt eljönni. Hát az anélkül is működött. Na mindegy, ennyi a kitérő. A lényeg az, hogy ha változott volna is ez a törvény azóta, hogy adták, 3500 éve körülbelül, ahogy mondtam,
Azért én elvárnám, hogy azonos ünnepélyes körülmények között, vagy a Sínai hegyen, vagy máshol, de az Isten mennydörgés, meg villámlás, mert így volt, rendkívüli természeti jelenségek közepette egyfajta ünnepélyességgel adja tudtára az emberiségnek, hogy, bocsánat, hogy így mondom, de hát közben rájöttem, hogy kéne egy 11., vagy szortírozzuk ki mondjuk a 2., pedig nem is rövid, mint látjátok. Nem véletlenül mondom ezt az utóbbit, mert ez meg is történik majd a történelem során, majd jelzem, csak nem az Isten részéről. Úgy tűnik, hogy Istennek nem volt ilyen terve, nem véletlen az, hogy kőbe véste ezt a 10 parancsolatot, ezt öröknek tekinti. Elég nehéz el is vitatni különben, majd ugye kitérek itt az egyes parancsolatok kapcsán, hogy mondjuk betámadni azt a parancsolatot, hogy ne őj, azt azért... Hát elég ciki, mert valaki ezzel előállna, hogy én nagy humanista vagyok, nagy emberbarát vagyok, én nagyon vallásos vagyok, én nagyon istenfélő vagyok, de egyébként a nevű parancsolat már nincs érvényben. Hát figyelj, ez akkora bukta lenne, hogy nem igaz. Úgyhogy ilyen nem is nagyon történik, azért legyünk őszinték, meg azért házasságtörés, meg mindjárt odaérünk hirdetni azt se. Szóval azért, hogy a törvénynek van egy jó nagy része, amelyiket ciki felvetni is azt, hogy mi van, ha nem. Viszont vannak olyan parancsolatok, aminek látszólag nincs nagy jelentősége, hogy van-e vagy nem. Ugye általában azt lehet mondani, és azt írtam ide magamnak a vázatban, hogy a 2. kőtáblát nem szokás kikezdeni, mert az egy erkölcsi öngyilkosság. Hát itt rögtön lebuksz, hogy hát ilyen alapvető értékeket támadsz. Az elsőt szokás inkább támadni, mert ott az Istenről kapcsolatról van szó, és azt mindig úgy megmagyarázzák, hogy hát... Ja, már nem, meg ilyenek. Mindjárt rátérek majd, hogy haladunk, majd végigmegyek a parancsolatokon, és igyekszek gazdálkodni az idővel. Tehát azt mondta, hogy ő nem betartani ott a törvényt, pláne nem eltörölni, hanem betölteni, hogy megmutassa, hogy mit jelent ez, és majd erre is rátérek itt a folytatásban. Még egy gyors dolog a hatájáról a törvénynek, ugye arra már utaltam, erről szólt az előző dia, hogy nem akkor és az akkoriaknak, meg esetleg a zsidóknak adatot, hanem mindenkinek adatot. Tehát az Úr azt mondta, aki a kereszténységnek a megalapítója, amelyik a zsidóságot váltotta üsttörténetileg, hogy ő betölteni jött a törvényt és nem eltörölni, nem helyettesíteni, nem semlegesíteni, hogy így mondjam. A kérdés az, hogy mi volt Mózes előtt? Tehát miért az Isten a törvényt adta, akkor nem volt 10 parancsolat, akkor könnyebb volt üdvözölni talán? A helyzet az, hogy ez nem így van, mert látjuk, akik olvassuk a Bibliát, erről itt beszéltünk korábbi részekben, majd ide be is tűzöm a, vagy ide, bocsánat, valahova ide jönnek azok a kártyák, hogy mit ajánlok. Kain megölte Ábelt. Nem kellett volna. Az bűn volt, nem is akármilyen. Potifárné megkísérti Józsefet, és József azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nincs kedvem veled hálni, hanem hát, hogy ez bűn lenne. Hát honnan tudta József, hogy bűn, hogy egyszer még nem volt meg a 10 parancsolat. A paráznaság akkor is bűn volt, Noé idejében megtelt a föld gonoszsággal, erőszakossággal, a nyugalomnap az már azelőtt is nyugalomnap volt, tehát ott Mózes 2. könyvében is olvassuk, de hát a teremtésnél is olvassuk. Aztán mi volt még? Bálványimádás, lopás az azelőtt is bűn volt, azt látjuk a pátriárkáknál is, az előfordul sajnos mind a kettő. Magyarul ez egy örök erkölcsi törvény, Mózes idejében csak lejegyezték, mert Isten akkor egy népet alapított, az ószövetségi zsidó népet, de a zsidó nép előtt is érvényben volt, és a zsidó nép üsztörténeti időszaka után, Krisztus után is érvényben van, ma is érvényben van, ezt szent meggyőződéssel mondom, ez semmi kétség nem fér. Kiknek szól, vagy kinek szól, ebből következik, amit elmondtam az előbb, hogy minden embernek szól. Ezt különben még egy nem hív ember is beláthatja, egyszer nekem azt mondta egy adás után egy hallgató, aki nem volt hívő, ez 90-es évek elején volt, mikor úgy már lehetett erről beszélni, de jobban szabadott, meg lehetett szervezni, úgy értem. És azt mondta egyszer egy hallgató, mikor ez volt a témám, hogy, és elmondtam azt, amit most elfogok nagyon röviden, hogy hát, hogyha így élnének az emberek, az elérhetőbb lenne az élet. És ez nem kell hinni se. Ezeket a szabályokat magunkévá tudnánk tenni, mennyivel klasszabb lenne a közös életünk. Rá is térek akkor, még nem magára a szövegre, hanem arra, hogy a 10 parancsolatnak van egy szerkezete. Itt látszik ezen a képen, majdnem ugyanaz, mint az előző, látszanak a szövegarányok, és látszik az, hogy a hagyomány szerint is így volt, hogy 4 parancsolat volt az első kőtáblán, és csak 6 a másikon, mert itt volt 2 nagyon hosszú, itt meg sok nagyon rövid. És tartalmilag ugyanez ugyanígy adja ki a 2 kőtábla, hogy Isten ember kapcsolatáról szól az első tábla, az első 4 parancsolat, ember-ember kapcsolatáról a 2. tábla, az 5. parancsolattól a 10. az 6. Praktikusan is így adja ki, de tartalmilag is egyfajta logikája van ennek a megoszlásnak. Talán ezen a ponton már jelzem, amire utaltam korábban is, hogy ha megnézed a saját hited szerint,
a saját felekezetet szerint, úgy értem, bocsánat, a saját vallásodban, katolikus, evangélikus körökben, talán református körökben, és azt most nem néztem meg, nem ebben a formában fogod látni. Tudnék, ott a második parancsolatot kifilézték, ha lehet így mondani, ez arról szól, majd látni fogjuk, hogy ne csinálj magadnak ilyen ornamentikát, templomi díszeket, és hogy kiadja a tizet, mert hát azért mégis fura, hogy akkor ezt kivesszük, akkor 1, 2, 3, és akkor 9-ig jutunk, akkor a tizediket két felé bontották, majd erre utalok, mikor odaérünk. Tehát az ember azért belenyúlt, bele mert nyúlni, nem is értem, hogy hogyan, az Isten által adott 10 parancsolatba. A negyediket meg megkurtították, majd azt is jelzem, mikor odaérünk, most nem térek ki rá, az idő is sürget. Rögtön nézzük az első parancsolatot. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Egy bemutatkozás, aminek az érdekessége, hogy egyes szám második személyben szólít meg, tehát én, és nem ti, pedig ott egy tömeg volt, hanem te, személyes a vonatkozás, és azt mondja, hogy én szabadító vagyok a te életedben, hát én hoztalak ki Egyiptomból. Hát persze erre mondhatod, hogy nem volt Egyiptomban, én se, de a Biblia azt mondja, hogy voltak, akik voltak, az a nép akkor, meg az az igazság, a Biblia azt mondja, hogy akik a bűn világába születtünk, akik itt élünk, akiket innen Isten elvisz az üdvösségbe, azok valami olyat élünk meg, csak nagyobb dimenzióban, mint a zsidók szabadulása volt Egyiptomból. Ez a bűn világ, ennek Egyiptom a jelképe, és én értem, mert minden ember érintett ebben a parancsolatban is. És rögtön egy konklúziót hozzáfűz, hogy mivel én ekkora dolgot tettem érted, és a te Istened vagyok, ezért ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne engedj elém senkit az életedbe. Ne engedd, hogy beerőzzön bármi az életedbe. Ez nem csak faragott, formális, statikus bálvány lehet. Lehetnek az életben tárgyak, személyek, időtöltések, amik fontosabbak, és inkább őt választom, vagy inkább ahhoz alkalmazkodok, mint Istenhez. Erre figyelmeztet az első parancsolat. A második azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, amelyek a vizekben vannak a föld alatt. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Hát ez hosszú. Ugye azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. Hát most kénytelen vagyok azt mondani, hogy ha jártatok már katolikus templomba, oda azért jutott általában, nem is kevés. Ugye azt szokták mondani, hogy hát nem imádat céljából készülnek, amiről itt szó van, csak hát illusztráció céljából. Csak hát a vizualitás nagyon meghatároz bennünket, a képi ábrázolás nagyon hatásos tud lenni, és gyakorlatilag az istenséget, vagy a mennyben lakókat le is alacsonyítja, mert ott van a limitje, a határa egy művésznek, hogy mit tud elképzelni a legjobb szándékkal, meg céllal, és jobb, hogyha azt nem ábrázolod, amit nem is tudsz, hogy milyen, és utána az embereknek már ez marad meg, amit te ábrázoltál. Nem jó, nem szerencsés. Hát különösen óv az imádattól értelemszerűen, és azt mondja, hogy az Isten egy féltékeny, féltőn szerető Isten, nem osztozik más istenekkel az ember életén, és megbünteti az atyák vétkét harmad és negyed ízigén. Ezt úgy kell érteni, erre kitér a Biblia sok helyen, nem úgy, hogy az atya vétkezik és a fiú bűnhődik, hanem egy vétkező atya nagy valószínűséggel rossz példát, rossz mintát, rossz nevelést ad tovább, és az megbosszulja magát a gyerek életében, több íziglen, több nemzedéken keresztül. De van egy fordított ígéret és fordított polaritással pozitívan is elmondja, hogy az áldás, az irgalmasság, az is hat, szintén egyéni döntések nyomán, tehát nem örökségként, de nem mindegy, hogy milyen példát hagysz, mit hagysz a gyermekedre. Ott van egy felelősség, egy emlékeztetés. Szerintem nagy kár, hogyha valaki ezt a parancsolatot nem ismeri, mert kivette az egyháza, mert azt is elveszti vele, amit a végén van, egy csodálatos ígéret. A harmadik parancsolat, ez egyszerű, az Úrnak nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Magyarul nem illik káromkodni Isten nevében, mondják sokan, ami különben abszolút igaz, és egy eléggé szörnyű jelenség, hogy amennyire én tudom, a mi nyelvünk ebben különösen cifra, azért más nyelveken, amiket ismerek, azért annyira az Isten nem keverik bele ilyen szörnyű szöveg összefüggésekbe. De azt is látni kell, hogy nem csak a káromkodás tartozik ide, hanem mert azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy káromolva neved fel, hanem hogy hiába neved fel, ami azt jelenti, hogy amikor nem az Isten szólítod meg, akkor ne esd ki könnyű szívvel a nevét, mert Isten létező személy és odafigyel, amikor a nevét hallja. Ne packázz az Istennel. Ez a zsidóknál olyan mértéket öltött, hogy ilyen helyettesítő szavakat is találtak erre, ha jól tudom. Most itt nem időzök hosszabban.
Na hát megjöttünk itt a negyedik parancsolat, amire utaltam. Azért mondom, hogy itt a negyedik és megjöttünk, erre nagyon hosszú, most fel fogom olvasni. Még ez az, amit hát más is hosszúnak talált és lerövidítette. Így hangzik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Hoppá, hoppá, munkaparancsolata méghozzá válogatás nélkül. Minden dolgodat, ne csak azt, amihez kedved van. Először dolgozz, utána mondja azt, hogy a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, akkor viszont ne dolgozz. Semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgálólányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, aki a te hatáskörödben van, egy háztartásban te vagy a család fő, ahol te parancsolsz, és mindenki pihenjen, még az állatok is, mert minden élőlénynek szüksége van fizikai pihenésre, periodicitással, 6+1-ben, mert nyilván ez egy lelki pihenés is, mert azt írja máshol, hogy a szent gyülekezés alkalma, tehát ez nem úgy van, hogy akkor kell kifújni magunkat egész hét után, hanem intellektuális és lelki tevékenységet végzünk, csak más irányultsággal, nem e földi dolgokkal, hanem az Isten dolgaival kapcsolatban. És meg is indokolja, hogy miért. Tehát ott egy indoklása, ez magától, nem lenne magától értetődő, hogy Isten ezt kéri, azt mondja, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, és a 7. napon megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Ez visszahivatkozik Mózes első könyve elejére, nézzétek majd meg, ott megalapítja Isten a nyugalomnapot, itt pedig arra hivatkozik, hogy hát én akkor alapítottam meg, ez a teremtés emlékére van, a teremtés emlékünnepe, a te származási horgonyod, hogy honnan vagy, miért vagy, kinek köszönheted, hogy vagy, és ebben hétről hétre újulj meg, mert ez ad az életednek stabilitást, meg orientációt. Tehát ez nem úgy van, hogy nem csinálunk semmit, attól még, az még nem szombatünneplés. Ezért érdekes az, ez a fajta testi-lelki szükséglet, hogy ez szorul a háttérbe, a B-változatban, amit például katekézisekben is lehet olvasni, hogy az Úrnak napját megszenteljed, ez a rövid változat. Ugye 2 súlyos kérdést hagy maga után, melyik az a nap, a másik, hogy mit csinálják ahhoz, hogy megszenteljem. Az eredetiben le van írva. Kerestem ma különben erre a többire, még ugye kicsit készültem volna, de már meg akartam rád osztani a mondandómat, és már nem néztem alaposan utána, hogy melyik nagy keresztény felekezetben hogyan állnak a dolgok, de már a kereső is árulkodó volt, azt írta, hogy az eredeti 10 parancsolat. Gondoltam magam, hogy miért, hát hány van. Hát van az eredeti, és én másikat nem tudok, hát van olyan, amit emberek úgy meghekkeltek. Ugye Dániel könyve 7. fejezetében is olvastuk, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt egy hatalom. Hát ma beszélünk arról a törvényről, amit megváltoztattak, a 2. pontját törölték, a 4. pedig hát erősen rövidítették és tartalmilag csorbult, ahogyan erre utalta. Azt hiszem, mindent elmondtam, hogy szerettem volna 5. parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad néked. Eleve azt mondja, van egy erkölcsi tartozásod a szüleid iránt. Másrészt, hogyha nem tudod tisztelni a szüleidet, ugyan hogyan fogod tisztelni az Istent, vagy bárkit, aki fölötted van a társadalomban. És van egy ígéret, amit hozzáfűz megint, mint a 2. parancsolatnál, hogy ezt kérhetni önmagában is, de azt is ígéri, hogy ha ezt megteszed, akkor hosszú életű leszel a földön, amelyet az Úr az Isten ad neked. Mert hogy ez nem magadtól van a föld se, meg nem magadnak csináltad, kreáltad, vetted, hanem Isten adja, hogy Izraelnek is például Kánaánt. És hát átvitt értelemben is igaz, hogy hosszú életűek lehetünk az Isten országában, amit Isten készít nekünk. Ez egy fontos parancsolat. Ennek az áthágását könyvben halállal büntették, volt rá példa, olvastuk a Bibliában. Más srófra jártak a dolgok, és nem biztos, hogy rosszabb sróf volt. 6. parancsolat. Hát ezt már nagy betűvel írhattam, ez nem olyan hosszú, talán ez a legrövidebb. Azt mondja, hogy ne ölj. Talán nem kell magyaráznom, hogy ez miért kívánalom. Talán azt inkább kell magyaráznom, hogy nem csak az jelenti az ölést, hogyha valakit leszúrok, keresztül lövök, vagy tudom is, én megölök, vagy gondatlanságból embert ölök, ugye ez tényleg, hát a gondatlanság az más, bár azért elvárható gondosság is van. Ez egy külön téma, talán a menedékvárosok kapcsán már érintettük is. Hanem az is emberölés, hogyha valakit, bocsánat, kiidegelek, tehát idegileg tönkreteszek. Sorvasztom az életét. Az is emberölés, hogyha magamat idegelem ki, ha mondjuk lassan ölő mérgekkel terhelem a szervezetemet, tehát siettetem a halálomat, mondom, akár idegi tényezőkkel, akár vegyi produktumokkal, gondolok itt dohányra, meg alkoholra, meg ilyenekre. Ez valójában mind ennek a parancsolatnak a hatája alá esik, ha egy kicsit belegondolunk.
Sőt, Jézus Krisztus azt mondta, és itt szeretném alátámasztani, amit korábban mondtam példákkal is most már, hogy azt mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy azt mondjam, hogy most már lehet ölni, nem. Megmondott ott a régieknek, hogy ne ölj, ez az ószövetségi verzió. Ahol különben egy megtéretlen nép, egy beleszületés alapján élt együtt, és hát minimum követelmények voltak, például ez. Jézus Krisztus azt mondta, hogy megmondott a régieknek, hogy ne ölj, én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az ő atya fiára, az már gyilkos. Mert hogy a gyilkosság, az ölés, az az indítékkal, az indulattal kezdődik, azon a ponton kell megfogni. Ha valaki ezt nem hiszi, nézze meg a Kain-Ábel történetet. Isten figyelmeztette Kaint, Kain hagyta magában felnőni a haragot, az lett a vége, ami... Ennek a párja valahol, mármint ebben a szigorításban, majd mindjárt mutatom, a ne paráznák, hogy parancsolat, ez azt jelenti, hogy ne éj szexuális életet házasságon kívül, akkor sem, ha házas vagy, pláne nyilván, de a házasság előtt sem, az is kívül van, ha előtte. Vannak, akik úgy fejlődik, hogy amíg nem vagyok házas, szabad a pálya. Hát ez nem pont így van, az az igazság, a Biblia ezt nem így mondja. Erre is vannak törvények, ha érdekel titeket, kérdezzetek kommentben, majd mondok még részleteket. Pál apostol szerint ez végzi a legnagyobb kárt egy ember életében, mert annyira hát beleront, belegázol az életébe egy ilyen nem tisztázott, nem jogszerű közösségvállalás egy másik emberrel. Nem is beszélve arról, hogyha hát ugye ma már ezt külön hangsúlyoznak, hogy a külön neműek esetén is, vagy az ellentétes neműek esetén is így van, az azonos neműeket meg hát végképp helyteleníti a Biblia, és akkor finoman fogalmaztam. Nagyon komoly lelki kárt nyomot hagy maga után egy olyan testi kapcsolat, ami nem azok között, a keretek között zajlik, aminek az alapja nyilván egy érzelmi közösség, és egy jogi vállalás, hogy én olyan komolynak tartom ezt a kapcsolatot, hogy vállalom is. A vállás sem nyerő, hogy így mondjam röviden, és Jézus Krisztus azt mondta, hogy megmondott a régieknek, hogy ne paráználkodj, erre hivatkozik, és azt mondta, hogy én pedig azt mondom nektek. Nem azt mondta, hogy most már szabad a pálya, hanem azt mondta, hogy aki gonosz kívánság okáért tekint asszonyra, szemével vetkőzteti, vagy azzal a vágyal, hogy de jó lenne magáévá tenni, ugye az már csak egy technikai különbség, hogy nem követte el. Nem elhanyagolható az érintett szempontjából, az áldozat szempontjából, de az elkövető szempontjából elhanyagolható ez a különbség. Ne lopj! A tulajdon védelme, a végre megérkeztünk a modern korba, a kapitalizmusba, itt az is fontos, itt már ez is fontos. Tetlek se lopjál nyilván, ne csaljál, hamis fontról beszél a Biblia, ugye ez a korabeli kétserpenyős méregeknek az ellensúlya volt a font, hogy tehát nem valódi súlyt tesznek bele, nem hamisat, csalót, kevesebbet nyom valójában, mint az igazi, és ezért kevesebb árut adnak cserébe. Modern formái ennek, hogy például nem teszed oda magad teljesen, hogyha dolgozol valakinek, kapsz bért tőle, de nem teljes egészében teszed oda magad, és lesz ebből egy igazi munkavégzés, hanem megkurtítod ezzel gyakorlatilag a hitvány munkavégzéssel a munkaadódat. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonságot, nyilván hamis tanúzást tiltja a másik lejáratását, a pletykálkodást. Egyszer olvastam külön, hogy a pletyka akkor fog megszűnni, hogyha nem lesz, aki meghallgatja. Nem aki mondja, mert ezt mondani mindig akarja, de hogyha nincs, aki meghallgassa, akkor minek mondja. Egyébként az, hogy milyen fontos a hírnév, a jó hírnév, mert itt erről van szó, ezt a modern üzleti világban a cégek tudják igazán. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálányát, se sökrét, se szamarát, és semmit, amiért a fele barátodé, vagyis ne kívánd, ugye ez van úgy kettévébe, ha jól láttam, most ellenőriztem, hogy nem úgy, hogy a házát ne kívánd, mert az lenne ugye, hogyha leválasztják, hogy ki legyen a 10 a második fejébe, hanem kiveszik külön a feleséget, hát pedig az már ott van valahol a ne paráználkodnál is. A lényeg az, hogy ezt szétrancsírozzák, hogy darabra kijöjjön a 10, borzasztó szerintem. És azt mondja, ezzel, hogy ne kívánt, hogy gyakorlatilag az elevenére tapint mindenek, hogy mindegyik bűn ezek közül ott kezdődik, hogy te kívánsz valamit, az életét, a feleségét, a tárgyakat, ugye az autót is ide írhatnák most már, ne lopj autót, ne kívánt a fele barátod autóját. Minden dolog ott kezdődik, hogy kísértésbe esik az ember. Luther ezt így mondta, hogy elrepül a fejünk fölött a madár, nem tehetünk róla, tehát jön egy gondolat, az egy kísértés, nem tehetünk róla. Ha fészket rakott a fejünkön, azért abban már nekünk is van felelősségünk. Már az már maga a bűn. Néhány dián maradt még, betartható-e a 10 parancsolat? Már úgy is kérdezhetném, hogy betölthető-e, hogyha igazán jól kérdezném. Nem könnyű erre válaszolni. Megmondom miért. Azért, mert sokan próbálták már
farizeusok is, tudom, hogy ez egy terhelt fogalom, de szóval sokaknak volt már ezzel küzdelme, mondjuk így, és sokan tapasztalták azt, hogy nem. Pál apostol is ezt tapasztalta különben, maga is farizeusként, de megtérése után is megpróbálta, nekem úgy jön le a római levél 7. fejezetének az önvallomása. Nagyon szeretett volna, mert belátta azt, hogy az elmémben már gyönyörködök az Isten törvényében, ráhangolódtam, megtértem, megváltozott a gondolkodásom, a gondolkodásmódom, az értékeim, ezt mondja Pál apostol, és azt tapasztalom magamban, hogy a bűn megvan bennem, és iszonyú keserűséggel mondja ezt. Tehát azt érdemes olvasni, azt a gyötrelmet, római levél 7. fejezet második fele körülbelül. Viszont ugyanaz az apostol azt mondja már a 8. fejezet elején, hogy megoldást talált, és a Galata levélben ő azt írja a 3. fejezet 24. versében, hogy a törvény az Krisztusra vezérlő mesterünké lett, mert hogy azzal szembesít bennünket, hogy még erre sem vagyunk képesek, pedig nem nagy dolgok ezek, mert mindjárt rátérek egy külön diák, és hogy ezzel, hogy Krisztusra vezérlő mesterünké, ezzel, hogy szembesít bennünket, hogy nem tudjuk betartani vagy betölteni a törvényt, arra ösztönöz, hogy de hát, hogy az Isten adta, hát akkor hogy nem lehet betölteni, akkor valaminek itt lenni kell, és akkor elkezdesz keresni, és gyakorlatilag közvetve ezzel a szembesítéssel a törvény elvezet Krisztushoz, mert ő a megoldás, és ő segít betölteni. Nem véletlenül mondta azt, hogy legyetek az én követőim, jöjj utánam, nem eltörölni jöttem, hanem betölteni, és nem helyetted, hanem neked is segítek és veled. Mond ilyet is a római levél 16. fejezetében, talán a 20. vers, hogy ő az, aki megrontja sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Magyarul ti is ugyanúgy le tudjátok győzni a kísértést, mint ő, csak meg kell tudni, hogy milyennek a módja, titka, meg hogy hogyan lehet igénybe venni az ő segítségét. Ugye ezt ígértem az előbb, hogy egy kicsit még erre kitérek, hogy nem olyan bonyolult a törvény. Egyszer hallottam, vagy olvastam volna egy ilyet, hogy hát ezt, hogy mit nem értesz azon, hogy ne. A net is idézőjelbe kellett volna tennem külön vagy apostrofok közé. Tehát, hogy a 10 parancsolat második táblán van az, hogy ne, ne. Bár az első is jócskán van, ne. De a második az különösen egyszerű, hogy ne őj. Elmondott, hogy mit nem értesz ezen? Mit nem értesz ezen? Ne paráznák, hogy mit nem lehet ezen érteni. Tulajdonképpen lehet érteni, csak le kell győzni a megromlott emberi természetünket. Nekem nagyon tetszik, olyan csattanós, azért hoztam ide. Mi a summája mindennek? Én azt mondanám, hogy maga a 10 parancsolat a summa. Ahogy mondtam is, hogy a Biblia nagy tanítás rendszereit összegzi ebben a 10 egyszerű pontban. Ilyet csak az Isten tudott kitalálni, a 10 egyszerű és közérthető dolgot. Itt senki sem mondhatja azt, hogy nincs jogi végzettségem, nem értem a szöveget. Hát figyelj, ez nem kell jogi végzettség. Ennek is van egy summája, amit mondtam, hogy szerest. Ugye, mert rákérdeztek az Úrra is, hogy mi a törvény, és mondta, hogy hát szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. És ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos, hogy szeress fel a barátodat, mint önmagadat. Első tábla, második tábla, amiről beszéltem. Tehát lehet ezt tovább tömöríteni, de pont azért van szükség egy ilyen szintű kibontásra, hogy rövidebb, mint a Biblia, hát rövidebb azért, láttátok mennyi, viszont egy kicsit jobban konkretizálja, hogy milyen irányba gondolkodjunk, meg mik az alapvető hibák, amiket el tudunk követni. Én azt gondolom, hogy van ezen mint gondolkozni, van ezen itt próbálkozni, tesztelni, megoldást keresni, és ha eljutsz oda, hogy tetszik, te is szeretnél így élni, de nem megy, akkor ne esd kétségbe, akkor csak ott tartasz, mint Pál apostol, mielőtt célba ért volna, akkor keresd az Istent, hogy segítsen abba, vagy akkor hogy lehet, kér segítséget. Mert ezt lehet élvezni is, hogyha egyszer már megy. János apostol azt mondja, aki az Úrral járt 3,5 évig, hogy az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az Úr is azt mondta, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. János elmondja ugyanezt, hogy mert az az Isten szeretete, hogy az ő parancsolatait megtartjuk. És egy érdekes dolgot tesz hozzá, hogy ez ő parancsolatai pedig nem nehezek. Hoppá, hoppá. Jó, hát ő se így indult, azért nem kell azt gondolni. Csak el lehet jutni arra a szintre, arra a jártasságra, hogy valami megváltozik, és onnantól kezdve neked már ez nem kihívás, nem teher, nem járom, amit nehéz húzni, azt mondja az én igám könnyű, azt mondja az Úr, de valaminek meg kell ehhez változni, de nem a törvényben, nem az Istenben, hanem benned kell valaminek megváltozni. Jánosban megváltozott, egy teljesen más hangvételű levelezést folytat velünk a 3 levelében, mint amikor azzal szemben, mint amikor mondjuk Jakabbal, a tesójával együtt kérték, hogy kérdezték, hogy
Uram, akarod, hogy tüzet kérünk erre a falura? Hát hogy jutott eszükbe, hogy nem adtak neked szállást? Égjenek el mind! Ez volt János eredetileg. Aztán lett egy másik János, és ez a János, a másik János azt mondja, hogy nem is olyan nehezek. Én már azonosultam ezzel a parancsolatokkal, Istennel, vele járok, innentől már nem nehezek. Legközelebb miről lesz szó? Arra gondoltam, hogy egy ekkora prófétát, egy ekkora jelenséget, mint Illés, és ami vele kapcsolatos történések, azt ne hagyjunk ki. Talán azzal ajánlanám Illés, ha nem ismered még a szemét, hogy egy ószövetségi proféta volt, körülbelül az időszámításunk előtti 700-as években élt, ha jól emlékszem, tehát a 8. században, de lehet, hogy egyel korábban ezt még majd ellenőrzöm, mikor odaérek. És Illés volt az az ember, a kettő közül az egyik az egész földi történelemben, akik nem haltak meg, hanem élve mentek a mennybe. Énok volt az első, még az özönvíz előtt, aztán volt még egy Illés, és Slusz. Ők ketten, meg a Biblia azt mondja, majd a történelem végén lesz majd ebben része, lesz osztály része ez a fajta élve mennybe menetel az utolsó élő nemzedékben az igazaknak. Erről lesz szó tehát legközelebb. Köszönöm szépen a figyelmedet. Azt is csak azt tudom mondani, mint máskor, hogyha gondolod, iratkozz fel, ha nem gondolod, akkor semmiképpen ne iratkozz fel, viszont várlak vissza ezzel a témával egy hét múlva. Köszi. Szia!